Eltávolítják a farönköket és megtisztítják a körülötte lévő területet az Egressy úton. Itt korábban alapos indokkal korhadás miatt kellett kivágni összesen 8 darab korai juhart és ezüst juhart, megelőzve a baleseteket. Helyükre 12 díszfa kerül. A kényszerű, de célszerű fakivágás jövő héten a Mosolyszigeth bölcsöde és a Polák Mihály általános iskola közötti területen folytatódik. A főkertész szerint a város faállománya nem követte a város modern fejlődését, és sok 60-as, 70-es évekbeli fa ma már nem illik a városképbe. Ráadásul van közöttük olyan, amely baleset és életveszélyes. Molnár Péter példaként említette a tujákat, amelyek nem bírják a forró, száraz nyarakat, és különböző betegségek és kártevők támadják meg. Ezek a tuják, ezek hát sajnos a többi tuja módjára ezek el fognak itt pusztulni, nincs mit tenni. A Barcika Park Nonprofit Kft. Arra kéri a lakosságot, hogy támogassák a zöldítési programot, és legyenek tekintettel a fakivágásokkal járó kellemetlenségekre. A munkálatok időpontjáról plakátok kihelyezésével értesítik a lakosságot. Előtte egy-két nappal mindig szólunk az ott lakóknak, vagy az oda járó, intézményben járó szülőknek, hogy figyeljenek arra, hogy sajnos kellemetlenség lesz, de igyekszünk minél hamarabb végezni. A főkertész szerint a városban lévő fák folyamatos ellenőrzése és gondozása mellett fontos, hogy az emberek szeressék meg a természetet, és legyen kötődésük a városukhoz, az őket körülvevő környezethez. Ezért Kazincbarcikán lehetőséget kapott a lakosság és az oktatási nevelési intézmények is, hogy fákat fogadjanak örökbe és gondoskodjanak róluk. Velem egyeztetve nem akárhova, nem akármit, hanem hogyha kitálkozik egy tényleg szép díszes fát, és ő gondolnák, hogy a ő gyerekének ez örömet fog okozni később, vagy nekik aktuálisan, akkor megbeszélhető, hogy egy olyan fa, ami tetszik nekik, és egy olyan helyszín, ami elképzelhető, kiválasztódik, és akkor onnantól kezdve a fát, azt el kell mondjam, viszont, hogy ők gondozzák. A zöldítési program nem csak a városban élőknek, hanem az ide látogatóknak is örömet szerez. Bartáni Majoros Erzsémet is értékeli a fák által nyújtott árnyékot és szépséget. Kedvenc helyei közé tartozik a Rákóczi tér és a Ságvári tér, ahol szívesen beszélget a barátaival, és élvezi a színes levelű fák látványát. Örülünk neki. Szívesen jövünk sétálni, igaz, hogy én nem itt vagyok közvetlen, hanem messzebbről járok be, de szeretünk itt lenni. A városvezetés célja, hogy Barcikát egy élhetőbb, szebb és zöldebb várossá tegye. Ezért a faültetés a következő hónapokban is folytatódik a belvárosban. A fásítás ugyanis nem csak a városképet, hanem a városlakók életminőségét és egészségét is javítja, hiszen a fák tisztítják a levegőt, árnyékot adnak, zajt csillapítanak és kellemes hangulatot teremtenek. A városvezetés reméli, hogy a lakosok is büszkék lesznek a városukra és hozzájárulnak a zöldítés sikeréhez.